Az előző év azonos időszakához képest tavasszal 40%-kal növekedett a gyógyszertárak forgalma, írta a Portfolio.hu, ami azt mutatja, hogy a koronavírus a gyógyszerfogyasztási szokásokra is erősen rányomta a bélyegét. A jelentős áremelkedés az első hullámban volt leginkább érezhető, azonban a jelenlegi helyzetben számottevően még nem csökkentek az árak. Azt tapasztaljuk, hogy közel nincs akkora emberáradat vagy érdeklődés áradat, mint ami volt márciusban. Én azt gondolom, illetve azt is tapasztaljuk, hogy a vásárlóink a tavasz óta, nyár folyamán bekészleteztek. Gyakorlatilag mindenkinek van minden a védőeszközöket, kézfertőtlenítő, szájmaszk és egyéb készítmények. Valamennyire megnövekedett a forgalmunk itt az őszi időszak elején, ez általában jellemző is, és az, hogy a Covid második hulláma elért, az valamennyire jelződik, de közel nincs olyan hullám, mint ami márciusban volt. Ebben a patikában elsősorban C-vitamint és D-vitamint vettek a járvány miatt az emberek. A járványügyi helyzetre tekintettel fellendült a védőmaszkok, kesztyük és a fertőtlenítőszerek piaca is. Védőeszközök, tehát amik hiánycikkekké váltak márciusban, ez a szájmaszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő, ezeknek az árai még mindig magasabb, mint ami volt a Covid járvány előtti időszakban. Nem olyanok már, mint márciusban, illetve ami még fontos, hogy elérhetőek már, tehát nem hiánycikkek. Hogyha gyógyszereket, vitaminokat és egyéb készítményeket nézünk, ott nincs változás az árban, az a március időszakban is ugyanannyi volt, mint előtte, és ugyanannyiba kerülnek ezek most is, tehát nem okozott a vitaminok terén árváltozást a Covid-járvány. Pár másodperc, ennyi időre van szüksége a patika robotnak a leadott gyógyszerrendelés teljesítéséhez. A városban egyedülálló módon néhány napja robotizált raktárrendszer segíti a gyógyszertárban dolgozók munkáját. A robot a vonalkód alapján azonosítja a gyógyszereket, majd kiválasztja és továbbítja a leadott igényt. Az így felszabadult hasznos idő a vásárlók kiszolgálására jut. A 100 éves patika nevével ellentétben Európa legmodernebb technikai fejlesztését hajtotta végre az elmúlt hetekben.